Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ is bekapcsolódott a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett országos közművelődési nyitány Nyitunk esemény sorozatába szombaton. Az intézmény egész nap ünnepelt és színes programokkal kedveskedett a látogatóknak. Ma esti vendégünk Forczek Győző, a Csaba Gyöngye igazgató helyettese. Üdvözlöm a stúdiónkban. Üdvözlöm. Tehát fél év után újra kinyithattak. Milyen érzés volt ennyi idő után újra látogatókat fogadni? Gondolom, nagyon izgatottak voltak a nyitás előtt, hogy minden rendben menjen. Szuper érzés volt, és hát furcsa is egyben, hogy vendégeket látunk a Csaba Gyöngyében ennyi idő után. Igen, hivatalosan már korábban kinyithattunk, május elején, de hát szimbolikusan társulva a többi közművelődési intézethez, az intézményhez az országban, így május 15-én együtt nyitotta meg kapuit minden intézmény. Jó volt nagyon látni azt, hogy azért a közösségeink képviselői közül ennyien el tudtak jönni hozzánk erre a nyitó eseményre. Ugye délelőtt volt egy protokollárisabb része ennek a, mert az a nyitó esemény ugye egész nap zajlott, hogy említette korábban. És délelőtt volt a protokoll része, délután pedig kedveskedtünk a családosoknak, gyerekprogramokkal, és hát egy könnyed, félórás musical összeállítással is. Tehát a május 15-én érkezett el a hivatalos nyitás, az a szimbolikus, ahogy ön is említette. Milyen volt a programok népszerűsége és a visszajelzés, hogyha esetleg kaptak már így a látogatók részéről? Bízunk benne, hogy azokat a széksorokat, amiket mi tervünk szerint kitettünk a Csaba Gyöngye panoráma termében, azokat meg tudjuk tölteni, és hát olyan jól sikerült mondhatni, hogy kellett azért pótsorokat is elhelyeznünk, néhányat, pótszékeket. Annak ellenére, hogy a szombat délelőtt 10 órai protokoll eseménynél előfordulhat az, hogy kevesebben érnek rá, és tudnak is eljönni bármiféle ehhez hasonló rendezvényre, abszolút pozitív csalódásként értékeltük azt, hogy ennyien el tudtak látogatni. A visszajelzések alapján pedig kifejezhetjük azt, hogy sikeresen tudtuk megnyitni szimbolikusan tehát az intézményünket. És a délután folyamán óvatosan azért, de jöttek a családok és jöttek a gyerekek, és látszódott az ő arcukon is az, hogy végre látnak egy előadást egy színpadon. Ráadásul egy olyan helyen, ami azért megújult, hiszen a Csaba Gyöngye stég bizonyos szintig, de új köntösbe öltözött, és ilyen szempontból azt is most avattuk fel először. Szóval jó volt látni egyrészt a közönséget, hogy élvezik azt, hogy élő műsort láthatnak végre, és nem a Facebookon kell, vagy a YouTube-on követni bármiféle kulturális eseményt, és hát jó volt látni a fellépőkön is azt a fajta abszolút őszinte örömöt, és azt a fajta elégedettséget, hogy végre élő közönség előtt hajolhatnak meg, és hallhatják az ő tapsukat. Erre ugyanúgy szüksége volt az előadóknak, mint a közönségnek is. Egyébként milyen feltételek mellett fogadhatják most a látogatókat? Védettségi igazolványt például mely területeken kötelező felmutatni? A Csaba Gyöngye területére védettségi igazolványon lehet belépni. Tehát most ez az első számú szabály, amit be kell tartatnunk a közönségünkkel. Ez rendezvények esetében a stégre is vonatkozik, igen, mert hogyha ott rendezvényt szervezünk, akkor oda szintén csak védettségi igazolványon lehet belépni. Ehhez természetesen tartottuk magunkat szombaton, és tartjuk magunkat azóta, amióta nyitva vagyunk, sikeresen, és azért, ha bár tapasztalhatunk elégedetlenséget természetesen, de mindenféleképpen igyekszünk hangsúlyozni, hogy ezeket a szabályokat nem a Csaba Gyöngye találtak és hozta létre, hanem nekünk ezeket muszáj betartanunk és betartatnunk. Jelen állás szerint tehát ez van, védettségigazolvánnyal lehet részt venni a rendezvényeinken. Előfordul egyébként, hogy egyesek próbálnak kiskapukat keresni, vagy kidumálni, hogy ne kelljen felmutatni, valók hasonak, vagy még egyelőre nem? Ilyet, hogy kiskapuk, vagy hogy
beszeretnék lógni, és bármiféle magyarázatot kreálni rá, ilyen nem fordult elő, olyan természetesen már igen, akár online felületen is, hogy miért van ez így, hogy nem értik, hogy ennek mi értelme. Egyetlen egy magyarázatot tudunk adni, hogy ezt kell, hogy tegyük most, és egész egyszerűen ez a szabály. Még egy ide vonatkozó kérdés. Előfordulhat, hogy kiskorú ugye bemehet védettségi igazolvány nélkül, a szülő viszont ennek hiányában nem. Erre van-e valamilyen megoldás? Hát igen, ezek azok a nagyon kérdéses és nehezen megválaszolható és kezelhető, inkább nehezen kezelhető helyzetek, amikkel kezdenünk kell valamit. Hát az a helyzet, hogy a szülő, ahogyha be szeretné kísérni a gyermekét egy rendezvényre, védettségigazolványra kell rendelkezni. Ilyen még nem fordult elő az elmúlt egy eseményünkön végül is, hogy ilyenre lett volna példa, hogy a szülő kint maradna és a gyermek bemehet, hiszen mindig azért menne és vigyázna rá, és ott lenne a közelében természetesen. Jelenállás szerint ez van, tehát hogy a gyermekrendezvényen is hivatalosan a szülőnek kell felmutatni a védettségi igazolványt, és úgy bejöhet a gyermekkel. Egyébként milyen típusú eseményeket szervezhetnek jelenleg? Ugye nincs még minden korlátozás eltörölve, tehát rendezvények és koncertek tekintetében még keveset tudunk. Jelenállás szerint ülőhelyhez kötött jegyeket tudunk árulni, tehát ülőhelyhez és jegyhez kötött eseményeket tudunk szervezni. Mondhatni frontális eseményeket, de álló bulis koncerteket még nem. Tehát a stégen is olyan eseményeket szervezünk egyelőre, amelyek esetében föl vannak téve az ülőhelyeink, és úgy kell jegyet váltani rá. Természetesen annyi ülőhelyet. Nem feltétlen helyre szóló jegyet kell árulnunk, de a megváltott jeggyel helyet kell foglalni, és úgy részt lehet venni az eseményen. Természetesen itt is a védettségigazolványhoz van ez kötve. Úgyhogy jelenállás szerint efféle eseményeket igyekszünk szervezni, és ilyeneket is tervezünk, akár a gyermekelőadások tekintetében is, akár a szórakoztatóbb események esetében is ezt próbáljuk követni. Ugye most például Hajtman Ildikónak lesz egy klasszikus zenei koncertje a Csaba Gyöngye stégen május 19-én este, ezt a vonalat követvén, de a következő pár hétben is ezt szeretnénk véghez vinni, tehát hogy ülőhelyes eseményeket szervezni, és várjuk természetesen nagyon azt a pillanatot és azt a lehetőséget, amikor már egy igazi jó táncos bulit is lehessen szervezni. Ennek tükrében a következő heteket hogyan tervezik? Megpróbálják inkább az előre eltervezett előadásokat, rendezvényeket úgy alakítani, hogy ez megfeleljen az igényeknek, vagy inkább esetleg elhalasztják későbbi időpontban, hogy majd úgy lehessen megtartani, hogy eredetileg tervezték? Nagyon sok olyan koncert van, amit muszáj elhalasztanunk, mert nincs variáció, tehát nincs egy B opció, hogy akkor ezt ültetve csináljuk meg. Mi azért nagyon sok afféle koncertet szervezünk a Csaba Gyöngye stégre is, hiszen a stég lesz az első számú helyszínünk a nyáron, és az volt tavaly is. Amik álló koncertek, és buli, és rock and roll, és azt ülve, hát olyan nincs, hogy azt mi ülve csináljuk meg, vagy a fellépőnek azt mondjuk, tehát hogy ilyen lehetőségek nincsenek, ezeket természetesen már kellett, és folyamatosan valószínűleg kelleni is fog még azért tolni. Úgyhogy az afféle koncerteket és bármiféle kulturális programot, de itt a filmvetítéstől kezdve lesznek azért a Bajnokok Ligája döntő vetítés, a Futball Európa bajnoki vetítés, de az azért június 10-től van, tehát hogy még mindig azért odébb, és addig még nagyon sok minden történhet és fog is történni a szabályozásokban. De jelenleg szerint tipikusan olyan előadásokat szervezünk, amit így is úgy is ülve érdemes végighallgatni, végignézni. Úgyhogy ez most az első számú célunk, a következő egy-két hétre még biztosan. Jegyvisszavásárlás, azokban az esetekben, amikor elmaradt koncert vagy esemény, volt is erre lehetőség, továbbiakban is fogadtok ilyen problémákkal nézőket? Igen, ha bár korábban azt hiszem egy-két hónapot hagytunk a jegyek visszaváltására, tehát megvolt a lehetőség a közönségnek, hogy tudjon jegyet visszaváltani.
ezzel együtt még továbbra is hagyunk rá lehetőséget, azzal együtt is, hogy szerencsére nagyon sok olyan előadásunk maradt el, ami idéglenesen maradt el, és pótolni tudjuk majd az ősz folyamán. Amely jegyek pedig érvényesek lesznek, tehát a korábban megváltott jegyek érvényesek lesznek az ősszel megvalósuló és pótlandó eseményeknél is, de lehetőség van rá, igen, arra is, hogyha esetleg az nem jó az az időpont, akkor vissza lehet váltani a jegyeket. Korábban már utalt arra, hogy a Stég az most mennyire fókuszban van, és hogy ez fel lett újítva, vagy megújult, ez mit takar pontosan? Egy nagyfokú szerkezeti megújuláson esett át, ugye 8 éve állott a Stég környezeti hatásoknak maximálisan kitéve. Tehát megszolgálta az idejét, egyrészt már tényleg csak az időjárás miatt, másrészt pedig használtuk. Több mint 100 esemény zajlott le a Stégen az elmúlt évek alatt, múlt évben pedig szinte csak ott voltunk egész nyáron, és nagyon meg is kedvelte a közönség. De hát elhasználódott, feljöttek a falécek a helyükről, álltak ki a csavarok. Mindig toldozgattuk, foldozgattuk, hogy természetesen használható legyen, és ne legyen baleset veszélyes. Na de hát most már tényleg eljárt felette az idő, úgyhogy az egész szerkezetet, faszerkezetet és fémszerkezetet is kicseréltük, megújítottuk. Reményeink szerint további 8-10 évig ez most így rendben lesz, megfelelő kezelés mellett. És emellett még felépítettünk oda egy színpadfedést is. Ez tavaly nem volt ugye ez a színpadfedés, habár volt egy váz, amire már olyan fénytechnikát is tudtunk helyezni, hogy nagyobb koncerteket is meg tudjunk valósítani. Na most már a fedés, az egy szabadtéri komolyabb koncert, de egyébként bármilyen koncert esetében is jó, ha van természetes módon. Ezt most megépítettük. Úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy minőségibb és minőségi koncerteket tudjunk szervezni oda a jövőben is, hiszen azért a fellépők jelentős részének a vélekedése az, és előírásuk is az, hogy azért kültéri esemény esetén fedett színpad legyen. Ezt a Stégen eddig nem tudtuk biztosítani, most már igen, úgyhogy ezáltal megnövekedett a felléptethető zenekaroknak a száma is. Végül ejtsünk néhány szót a nyári táborokról is. Múlt héten jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy június 1-től megtarthatóak a napközis nyári, meg hát az egyébként is a nyári táborok. Milyen lesz az idei felhozatal a Csaba Gyöngyében? Azok a táborok, amelyek tavaly nagy sikerrel zárultak, ugye tavaly 40-et meghaladó táborunk volt. Kisebb-nagyobb sikerrel, de azért volt számos olyan tábor, ami aztán nagyobb sikerrel zárult. Ezeket a táborokat mi szeretnénk megvalósítani idén is. A napokban fog fölkerülni a honlapunkra, hogy pontosan ezek mely táborok lesznek, a lehető legtöbb információval. Na most ez azt jelenti, hogy természetesen még azért lesz mit bővíteni információk tekintetében is, és valószínűleg alakulása is lesz még ennek, de amennyi információval a Csaba Gyöngye Kulturális Központ rendelkezik táborügyben, és amelyek tavaly sikeresek voltak, sőt, még tavaly előtt is, meg az elmúlt években sorozatban, mert azért nagy hagyománnyal rendelkező táboraink is vannak, azokat mindenképpen szeretnénk megvalósítani, úgyhogy arra biztatnám a kedves nézőket, hogy figyeljék a Csaba Gyöngye honlapját, és onnan maximálisan tájékozódva lesznek a táborainkról. Végül mi az a legkövetkező program, amire készülnek? Május 19-én Hajtman Ildikó és Gál Csaba koncertje lesz este 7 órától a Stégen, rossz idő esetén, mert azért elég szeszélyes, most úgy néz ki május vége is, akkor ez a hangversenytermünkben meg tud valósulni. Ez a legközvetlenebb eseményünk, és aztán a május utolsó hétvégéjén, csütörtökön már szeretnénk folytatni a Stégmozit. Úgy néz ki, hogy a Facebookon feltett kérdésünkre a válasz az volt, hogy vígjátékot vetítsünk, de majd még ezt összesítjük pontosan, mert ugye megkérdeztük a közönséget, hogy milyen típusú filmet néznek meg. Hát azért most mindenki nevetni szeretne és felszabadultan létezni végre a világban, úgyhogy a vígjátékra esett a legtöbb szavazat.
Ez csütörtökön, pénteken, május utolsó péntekén lenne egy blues koncert, és akkor úgy tűnik, hogy meg is valósul, ültetett módon, de a blues az talán egy olyan műfaj tud lenni, hogy azért ott azt ülve. Úgy is élvezhető. Igen, úgy lehet élvezni. Majd pedig jön a szombat, amikor pedig a Bajnokok Ligája döntőt, futballbajnokok ligája döntőt fogjuk vetíteni. Nagy hagyománya van ennek is nálunk, minden évben vetítjük ugye a BL döntőt, első körben a Stégen, és rossz idő esetén pedig ez is az összes program beltéren meg tud valósulni. Úgyhogy ezek a rövid távú terveink, aztán várjuk azt, hogy minél nagyobb legyen az átoltottság, minél többféle rendezvényt lehessen szervezni, és aztán jöjjön a nyár, és tényleg lehessen azért táncolni is még a Stégen. Forczak Győzőnek köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!